Kereszténydemokraták rendkívül fontosnak tartják azt, hogy Magyarország gazdaságilag erősödjön, támogatják a kormányt a keleti nyitás politikájában, ezért rendkívül fontos az, hogy egy ilyen nagy jelentőségű kínai-magyar gazdasági rendezvény van Magyarországon, akkor itt képviseltessük magunkat. Ezért beszédem elején Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úr üdvözletét is átadtam, mert mondta, hogy feltétlenül adjam át az itt megjelent kínai és magyar delegációnak is, mert fontosnak tartjuk. Fontos, hogy a magyar munkavállalók számára megbízható befektetések jöjjenek létre kínai partnerek által Magyarországon, és hogy ezek fejlődjenek. Azok a vállalatok, akik itt bemutatták cégek a termékeiket, portfóliójukat, hogy milyen ipari parkokat hoztak, illetve hoznak még folyamatosan részre. Ezek mind-mind ezt a célt szolgálják, erősítik, hogy minél több magyar munkavállaló megfelelő minőségi munkahelyet találhasson Magyarországon.